Polgári életnek a részeként alakultak az 1900-as években a dalegyesületek és a dalos körök. Veszprémben is működött dalos kör, dalegylet, míg nem aztán Gál Sándor, aki nem mellesleg a Veszprémi Zeneiskolát 1916-ban alapította, tehát alapító igazgatója volt, ő megalapította 1923-ban az iparos dalárdát. Tehát ő nagyon tehetséges ember volt, nem csak karnagy volt, hanem zeneszerző is, és hát írta ő saját szerzeményeket is, énekelt a kórusát. Az iparos dalárda nagyon szép pályát futott be, a legnagyobb sikere ugye 1927-ben Szegeden a Királydíj, amely abban az időben a legnagyobb országos elismerés volt. A kórusoknak a többsége akkor Magyarországon férfi kar volt, tehát a kórus tagság igazából sokszor apáról fiúra szállt, tehát volt olyan, hogy egy dalárdában egy családból több generáció is énekelt. A város az büszke volt a dalárdájára és az eredményeire is. Nos, dicsőség volt tulajdonképpen ebbe a dalárdába járni, és ha valakit már rendes tagként véglegesítettek, vagy pedig valami fontos pozíciót kapott, az nagy dolog volt. Például emlékszem, hogy volt ilyen, hogy zászlóanya, hogy zászlótartó, hogy pénztáros, hogy kottatáros, ez mind nagyon fontos dolog volt. Az együvé tartozás kellékei pedig ugye voltak a szép jelvények, a szép egyenruha, a sapka. Itt a képekre, ami a birtokomban is van, itt éppen utaznak 1935-ben valahova, a vasútállomáson ott állnak. Mindegyikül az egyenruha, az egyen sapka, egyen jelvény, szép zászlóik, iparosoknak a jelszava ez a Isten áld meg a tisztes ipart, ez zászlójukon is volt, és talán mikor így utaztak, mentek, tudját, ott viszik a zászlókat, igen, táblákat, sőt, koszorú a hölgyek kezébe, ezt ott, ahova utaztak, ott valahova nyilván ilyen ipartestületre vagy ilyen helyekre felakasztották. Hát szerintem az ipartestületnél a Vár utcába próbáltak ők, ott volt az összejöveteli, ugye az ipartestület akkor nagyon ködött ott a Vár aljában, és szép épület, az egész a ipartestületé volt, ott voltak biliárdszobák, voltak kártyaszobák, volt ott söröző, talán még étterem is, bejárt a templomba, de a templom után az ebéd előtt még egy kis finom hideg sört belátogattak. Igen, és ott politizáltak, beszélgettek, hát ez az 50-es években is természetes volt. Sok helyen felléptek a fontos városi eseményeken, tehát ilyenek voltak a társas vacsorák, a bankettek, templomokban is mis énekeltek egyházi ünnepeken. De ez természetes volt akkor. Ugye itt kitettünk a kiállításba pár kottát, ami kifejezetten az iparos dalárdának a kottatárából származik, és azért itt nagyon széles repertoár van. Igen, azt látom itt például egy műsoron, hogy itt 1959-ben, hát az már a Bartók Béla iparos férfi karrá ment át, ezt tulajdonképpen akkor vett át a Kollár Kálmán ennek a vezetését. Hát ott már olyanokat énekel mindenfélét. Hát ott azért már Csajkovszkit, Bachot, Erkel, Éljen a haza, hát ez fontos volt. Akkor volt, biztos a kórusnak is volt indulója. Próbáltuk beazonosítani, hogy kik vannak a képen. Itt van édesapám, Bokor Imre, akkor itt csomó ismerősnek a neve. Így, ha így végignézem az iparosok nevét, hát a felét ismertem is, meg hallomásból tudtam. Mi kicsoda, a kisváros volt Veszprém, tehát az itt jobban ismerték az emberek egymást. Közösségi életnek egy nagyon nagyszerű része volt ez a dalárda, ami sajnos aztán a háború után ezek kihaltak, ezek a dalárdák, és akkor alakultak a munkáskórusok egész más formában.